Ezen a területen a Barátság utcai játszótéren és a környékén kezdődik el hamarosan a szekszárdi önkormányzat egyik legérdekesebb idei fejlesztése. Ezzel kapcsolatban tartottak utcafórumot a Városháza munkatársai az itt élőknek. Generációs parkját fogunk majd létrehozni, mert tulajdonképpen egy olyan játszótér, konditerem kombinációját fogja majd jelenteni, ahol egészen a kisgyerekektől a nagyobb gyerekeken át az idősebb nagyszülőkig mindenki talál magának olyan lehetőséget, hogy egy kicsit kapcsolódjon, mozogjon, pihenőpadokat fogunk letenni, és tulajdonképpen azt szeretnénk, és ez a nevében is benne, hogy Generációk Parkja, hogy a család különböző generáció együtt tudjanak kikapcsolódni, és együtt tudjanak szórakozni. Lássuk, mit is jelent majd a gyakorlatban a Generációk Parkja. Ez igazából, ha úgy tekintem, egy olyan többfunkciós modern játszótér, ahol egészen a piciktől, óvodáskorúaktól egészen az idős generációig mindenki találhat magának megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Számos látványelemmel fog gazdagodni ez a park, lesz egy óriási csúszdástorony, ami azt gondolom még a fiataloknak is egy nagyon nagy élmény lesz. Számos olyan pihenőeszköz, szabadtéri kondi eszköz, és ahogy említettük, kicsiktől egészen a nagyokig egy csomó olyan játékeszköz kerül kihelyezésre, ami azt gondolom, hogy ezt a szép zöld területet, ami ugyan jelenleg is játszótér, de csak viszonylag kis területet foglal el ebből a zöld parkból, egy újabb közösségi térre avathatunk a városban. A többfunkciós családi szabadidőpark tervei több olyan elemet is tartalmaznak, amik Szekszárdon és Tolna megyében egyedülállóak lesznek, sőt, még az országban sincs 2-3-nál több hasonló. Egy olyan fedett közösségi tér is kialakul itt, ami még Szekszárdon más játszótéren nem található. WC-kkel, kézmosóval, pelenkázóval és egyéb más rossz idő esetén is megfelelő, biztonságos körülményt nyújtó épületrésszel fog ez rendelkezni, ami azt gondolom, hogy akár egy szabadtéri iskolai óra, egy szakköri foglalkozásnak is helyet nyújthat, tehát komplett csoportok, óvodás, iskolás csoportoknak az elhelyezése rossz idő esetén is megoldott lesz. A leglátványosabb és legizgalmasabb fejlesztés pedig egy 21. századi megoldás lesz. Van még egy olyan különlegesség, ami nem csak Szekszárdon, de szerintem még az országnak nagyon kevés helyén található meg egy játszótéren. Ennek a fedett közösségi térnek a falára egy olyan e-wall nevű elektronikus panel kerül kihelyezésre, amely lehetőséget ad arra, hogy különböző logikai játékoknak interaktív, internet alapú applikációk segítségével olyan játékokat, feladatokat generáljunk, amit én azt gondolom, hogy megint csak iskolai órán is, egy kihelyezett órán a gyerekek nagyon élveznének. Képzeljünk el egy olyan nyelvórát például, ahova kijön a nyelvtanár, és egy tablettel feltölt ide egy kérdezfelelek, vagy egy nyelvtani tesztet, vagy egy különböző játékos szituációs feladatot, és ezen az elektronikus panelen különböző nyomógombokkal, válaszadási lehetőségekkel a gyerekek ki tudják választani a helyes megoldásokat, és egy szabadon fejleszthető eszközről van szó, tehát igazából én azt gondolom, ez az informatika iránt érdeklődőknek, már pedig ugye tudjuk, hogy a gyerekek mennyire fogékonyak erre, egy nagyon érdekes fejlesztési irányt is mutathat. Én azt gondolom, hogy akár baráti társaságok is kitalálhatnak itt olyan programokat ezáltal, ami végre kicsit kimozdítja a négy fal közül a gyerekeket és a fiatal generációt, és ugyan modern technikával, de a jó levegőn, a szabadba is tudják a kedvelt internetes vagy digitális technikát igénylő játékaikat játszani. A különleges élménypark tervei már elkészültek, most az engedélyeztetési folyamat zajlik, az átadásra nyár végén kerülhet sor.